Következzék Rózsa Milán ügyvivő a Magyar LMBT Szövetség képviseletében. Fiatal meleg férfiként jöttem ma ide felszólalni, azonban a magánélet szabadságának a kérdése nem csak minket érint. Az elmúlt másfél év során tapasztaltuk, hogyan ássa alá a kormány politikája a kivívott szabadságunkat. Vallásszabadság, sajtószabadság, a demokrácia intézményei mára-mára múlté. A házasság intézményének kisajátítása még csak minket, melegeket és leszbikusokat érintett. Azonban a családvédelmi törvény több százezer magyar családot taszított másodrendű pozícióba, amikor kimondta, csak a házasságon alapuló család érdemel védelmet. Az élettársi kapcsolatban élők elfelejthetik a vasárnapi családi ebédet. Nincs papír, nincs család? Azonban itt nem álltak meg. Néhány hete állami támogatással megalakult családtudományi társaság páros lábbal rúgta be a hálószobánk ajtaját. Követeli a házassági papírt, ha szerelmeskedni akarunk. Nincs papír, nincs szerelmeskedés, hogy van ez? Magánéletünkbe, legszemélyesebb döntéseinkbe próbálnak beavatkozni. Középkori erkölcséket kérik rajtunk, szabad magyar állampolgárokon számon. Láttunk már ilyen rendszereket a történelem során, rövid életűek voltak, és én mondom nektek, ez is az lesz. Elég volt abból, hogy az állam álszent ideológusai mondják meg nekünk, hogy hogyan éljünk. Az állam takarodjon ki végre a magánéletünkből, és kezelje felnőttként az állampolgárait. Ne a papír döntse el, hogy család-e a család. Senki ne akarja előírni, kivel, mikor és hogyan esünk szerelembe. Ne akarja előírni, kivel, mikor és hogyan alapítunk családot. Egy szabad Magyarországon az állam nem akar semmit előírni az állampolgárainak, de segíti őket céljaik elérésében. Nem lenne helye a kirekesztésnek, megfélemlítésnek, megkülönböztetésnek, rasszizmusnak és homofóbiának. Mindenki félelem nélkül szabadon élhetne, szerethetne és alapíthatna családot. Hát én azt mondom nektek, barátaim, egy szabad Magyarországot!